Rayman egy végigjátszása után folytatjuk a Rayman 2-vel, és ahogy javasoltátok, nekem a PlayStation 2-es verziót játszom végig. Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Peti vagyok, ez pedig itt a Rayman 2 végigjátszásom első része. Ha már te is vártad Rayman 2 végigjátszását, akkor egy lájkot dobhatsz, és mindennapi videókért feliratkozhatsz. Szóval kezdődik a Ubisoft Entertainment egyik legkiválóbb játéka. Rayman, figyelj csak, kalózok, mit tettek, ami világunk a sötét hely tele szörnyekkel. Semmi sem állíthatja meg őket most, hogy elkaptak téged. Mindent elfogtak és szolgákká tették az embereket. A robotok keresik az ártatlanokat. Felrobbantották a világ szívét. 1000 lum, energia szét lett szórva, 1000 lum. Hamarosan túl késő lesz. Ki kell jutnod, Rayman? Te vagy az egyetlen esélyünk, Rayman 2 a Revolution címet kapta a PlayStation 2-re. Hú, na lássuk, Razor Beard a kalóz csapatnak a vezetője. 19 000 szolga van az ő hajóján. Kelj fel, Rayman, küldtem neked segítséget, mondta ez a női hang. Ó, hát ez a segítség, ott vannak ketrecbe zárva, és itt vannak ezek a robot kalózok. Húznak itt egy kék lényt, vizet, engedj ki minket, ó, szegények, a ketrecekből ki kell szabadítani őket, segítséget kérnek, és ott van Rayman, hozzá pedig behajítják a kék figurát. Rayman? Glowbox, a barátom! Gyengének érzem magam, és az erőim eltűntek. Tudod, Glowbox, azt hiszem, hogy itt a vég. Dehogy is, itt nincsen vég. Glowbox hozott neked egy ajándékot Lee-től. Lee a tündér? Wow, a Glowbox a szájából egy ezüst lumot hozott, ezzel pedig érzi, az energiát felépül benne Raymanben. Globax, megmenekültünk! Juhu! Aha, látja is a kiutat Rayman. Menjünk, nézzük meg Lee-t, visszaadja az összes további erőmet is. Itt vagyunk a Rayman 2-ben! Szóval a Rayman 2, Globax itt van, nézzük csak meg... Aha, nem kell gyűjteni semmit, a jobb felső sarokban van, hogy mit lehetne. Aztán van nekünk az ütés, igen, ugrás, van a helikopterhaj, meg van egy ilyen kamera lokkolás. Na menjünk akkor, itt ezt üssük ki. És kezdődhet a kalandunk. Egy piros lum volt ott, az adott egy kis életet, itt pedig csúszunk szépen és ügyesen, várva, hogy wow, ja, azt hittem, ott le lehet esni, de nem. Jó messziről felszippantózza a lumokat, ez mondjuk jó. Meg is van a maximális életerőm. Aztán jön Globax is, csúszik velünk, hoppá, szevasz, aztán leesnek oda a vízbe, és akkor megérkeztünk, ja, nem a vízbe, hanem ide valamilyen száraz földre. Rayman pedig elkezdheti a kalandját. Hú! Nagy váltás a Rayman egy után, hogy nem kétdimenziós platformer, hanem háromdimenziós, viszont nagyon jól tették, hogy ezt megtették, hiszen így akkor, szia Rayman, örülök, hogy látlak téged. Én vagyok Murphy, és én vagyok a túr a vezetőjével, na jól van. Látod azt a követ? Ott egy varázskő, ami gondolatokat olvas, mi a? Segítség kell, akkor menj oda a közel a kőhöz. És én fogok megjelenni, hogy segítsek neked. Az egyik legkiemelkedőbb 3D-s platformer ez a játék. Na lássuk, itt 5 darab meg 1 darab gyűjteni valóban. Majd hát lehetséges az, hogy első alkalomra nem lesz meg minden, sőt több, mint valószínű. Habár ettől függetlenül majd visszatérhetek és összegyűjtetek mindenfélét, ami itt csak kell, ahogy hallottuk a történetbe, az 1000 lumot. Lássuk erre, mi a... Ja, itt semmi. Pá, itt ez micsoda? Itt ez a kő. Nyomjuk meg keresztet az ugráshoz, a négyzetet pedig az ütéshez. Oké, vagy a kört is. Jó, erre kell nekünk itt menni. Hoppá, hoppá, mi a helyzet? Bizonyám, itt egy ketrec. Na, akkor szabadítsuk ki. Aha, egy kék. Egy lelket tettünk szabaddá. Ezek a lelkek a tündéreknek a barátai. Hogyha 10-et kiszabadítok, akkor egy titkos hely nyílik meg számomra. Jó, hát akkor ez egy, és egy per egy van itt, aztán itt le lehet ide esni. Wow, oké. Okay. Jó, kijöttünk. Hoppá, moszkító! Hoppá, ott van a moszkító. Az Rayman egyből, szevasz, adjál, ne csipjél! Jó, felugrottam ide. Itt van egy ilyen az 1000 lumból. Ez itt 5 darab. Hú, hát nem sok. 5 darab lesz a pályán. Volt a második, aztán moszkítókat hagyjuk. Ne gyertek már, ne bántsál már engem, hadd menjek nyugalomba. Ott vannak a Globox barátok, úgyhogy oda át kell ugolni. De lejövök a vízeséshez itt. Egy lum,
4x5, kapaszkodni tud már? Ja, az már megvan az a képesség is. Apa megmentette Raymond, hol van apa? Ijj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 
megyünk, megmentjük. Először meg kell találnunk Lee-t. Kalauzók elvitték arra, ki kell szabadítani. Menjünk. Jó, akkor barlangon keresztül. Ho, ne csípjél. Nagyon csípős ez a helyzet. Lásd, menjünk itt a pillangó. Ja, itt nekem fel kell ugrándozni, így a falon ugra. Ja, így meg tud kapaszkodni, aztán ugrik. Aztán kapaszkod, vagy hát így szétteszi kezét, lábát, és akkor ott megtartja magát egy pillanatig. Jó, ott van még egy ketrez, de nem összegyűjtette mindent. 5x5, meg 1x1, hát akkor miért? Ebbe akkor ki van, vagy mi van ebben? Hát nézem, ebbe, hát ezek a figurák, hoppá. Splendid Rayman, mi vagyunk a teenies? Mi a... És most ki a király? Hát átveszi a koronát. Ti a Teen Seas, Én vagyok az igazi király, na most ki a király? Mindenki átveszi a koronát és nem tudják eldönteni, hogy ki. Na jól van. Nem ez a lényeg nekünk. Meg kell találnunk Globuxot és Lee-t. Ennyi a lényeg most. Gyertek, tudtok segíteni vagy nem? Na és átadta oda a koronát. A kalózók Lee-t és Globuxot a börtönbe dobták. Na, de ne aggódj, használhatjuk az energiát az 5 lumból, és elküldhetünk téged. Teen Seas Circle? Milyen kört kell ott? Ja. Lee hátrahagyott egy ezüst lumot, mielőtt elkapták. Itt van ez a lum, ezt itt adja Raymannek. Mostantól tudunk lőni is az öklünkkel. Jó. Pedig készüljünk egy nagy kalandra. Hú, na jó. Ide kell nekünk leugorni a mélységekbe. Wow, milyen portál. Hatta. Kapcsol egyet, és akkor, wow, na gyerünk Rayman, futás, és aztán hopp, bele is ugrottunk. Na akkor hova kerültünk ki, mert beugrottunk a portálba, aztán megérkeztünk ide egy kicsi Globuxhoz, meg Murphy is itt van. Első úszóleckét adja meg nekünk, oké, ez a baby mutatja meg majd. Jó, ah, itt már 30 lum, oké. Jó, aztán most mozogjunk előre, hátra. Jó, hogy megyünk a mélységekbe. L2, jó. Ha fel akarunk jönni, az meg a kereszt. Aha, és akkor hát úgy tűnik meg lehet fulladni ezek szerint, amit mi látunk. Habár itt van a buborék, jó, az segít nekünk. Kövessük a kis Globuxot. Megint ide alulra, vagy itt mi van? Nem, itt ez ennyi. Fel lehet ide kapaszkodni. Hátrafelé jöttem, de ide, hát nem hiszem, hogy érdemes ide jönni. Biztos itt megint így a víz alatt kell tovább haladni, vagy nem, hanem itt oldalt ide feljövünk, aztán itt lecsúszunk, vagy fel tud sétálni, szuper, itt van egy ilyen ütőpróba, vagy mi ez? Hadd nézem, hogy tudsz lőni, na megmutatom én, hogy lövök. Rajta tartjuk az L2-t, és akkor körülötte így mozoghatok, közben pedig lehet lőni, aha, jó, így mozgok körülötte, és ott eltalálom a céltáblát, még háromszor kell, még kétszer, jó, aztán kinyílott a kapu, találjuk meg a Tínzízeket és a kört a másik oldalon, jó. Itt egy zöld lum, merre menjünk itt? Ja, itt a nyíl, jó, akkor megyünk arra. Jó, megmentjük Lee-t és Globuxot, de itt mik ezek? Ja, hogy mi merre van, aha. Itt ha ide állunk, akkor mutatja Lee-nek a háza. Stone Circle, nekünk most erre kell menni. Hát hiába ott a lum, de mi most először a Stone Circle-hoz megyünk. Itt lesz, aha. És itt vannak a tínzik is, jó. Megtaláltuk a kört, de van rossz hírem is. Na mi a gond? Globuxot és Lee-t elkapták a kalauzok, ja, ezt tudtam. Nem tudjuk Globuxot hova vitték, de tudjuk, hogy Lee-t hova vitték, nem messzire. A híd másik oldalán, Fairy's Glade. Jó, akkor megyünk oda. Itt van, The Fairy Glade, ez az irány, akkor onnan, ahol jöttünk. Hát akkor, oké, ez ilyen nyílt világú rész ez, itt a híd túloldalán. Itt kell nekünk Lee-t megtalálni valamerre. De vigyázzunk, mert itt vannak a dinoszauruszok, jajjaj. Akkor itt oldalt megyek inkább, szépen kerülgetve őket, nehogy aztán itt észrevegyenek és támadjanak. Jó, így kikerülöm, aztán ez mutatja igaz, hogy itt van a... Mutat Marshlands, Marshes of Bayou. De hol van a... Ez a Fairy Glade, akkor ez a hely? És itt kell nekem megtalálni valahol Lee-t. Merre lehet? Itt egy lum, ha itt továbbra is lumok vannak, lehet, hogy ez lesz az út. Megérkeztünk ide, és akkor itt 80 darab, meg 10, fúha, na lássuk. Remélem jó irányba jöttem én, valami pályára jöttem, azt tuti, de hogy itt van-e Lee, az egy jó kérdés. Megkérdezem ezeket a, menj, sietsz, vissza akarjuk kapni az apukánkat. Hát jól van, sietnék én. De nem teljesen tiszta, hogy merre, meg hogyan lehetne. Innen felpattantam, és erre rá tud kapaszkodni.
tudni. Hát itt sok tutoriál kimaradt, mert erről se volt szó, hogy itt pattan, arról se volt szó, hogy itt kapaszkodik. Nem baj, de megyünk. Jó, itt végig másztam, aztán menjünk. Oké, ez is glum. Nem ajánlott úszni, hát rendben, köszi a tippet. Aha, piranyás, akkor gondolom ezért. Vár csak, ott van a távolba egy ketrec, hát most oda, na, vízbe meg nem szabad, hát az, akkor majd visszatérek, lehet képesség, vagy valami kell még ahhoz. Majd kiderül, wow, hogy meg? Júj, ott van egy alvó zöld robot. Várja. Ő a mi első ellenfelünk, így alszik, és mi pedig ide jövünk. Aztán püf! Ó, de visszaleütt egyből. Hát mi volt ez? Hát hogy? Érdekes, egyből felugrott, aztán leütt. Úgy tűnik, úgy aludt, hogy a pisztolyon volt a keze. Itt van egy nyomógomb, de vár csak egy kapcsoló, de itt erre még itt van egy sárgalum, aztán arra meg... Gondolom arra kell majd tovább menni. Na, akkor először ezt a kapcsolót gyerünk, kapcsoljuk be. Ja, akkor kinyílik ott? Oké, jó, arra lehet menni majd. Jó, hát itt azért még gyűjtögetek. Gondolom lesz valami, a követjük itt. Ah, igen, ott a ketrec, ott van. Jó, megvan 1/10. Kíváncsi vagyok, vagy milyen titok lesz, vagy milyen extrát ad nekünk, hogyha megvan majd a 10 darab. Na menjünk, és akkor nézzük, mert kinyitottuk ezt a kaput, itt lesz-e majd valami. Ja, itt van a zöld lumok, azok ilyen checkpontok. Hogyha meghalunk, akkor innen fogjuk folytatni. Jó, oké. Az jó kis checkpontos dolog. Ah, ott alszik egy zöld kalóz. A vízbe megint nem mehetünk. Lássuk csak, küldjünk támadásokat innen messziről, és közben szlalomozgassunk, azaz, jó. Egy életet eldobott, hogyha kellene még nekünk, akkor másszunk ide szépen föl, gyerünk hip-hop, így bizony, ide be lehet menni, a kamera hogy fogja, ja, itt látszik, jó. Aztán felmászni ide teljesen, aha, jó, oké. Kapaszkodjunk, ja, nem is kell kapaszkodni, jó, felugráltam, aztán innen mehetünk tovább, jó, az a játék. Az nem volt egyértelmű nekem, hogy merre kell tovább haladni a következő pályára. Tehát olyan nyílt világ volt, aztán mehettem volna. Jó, sikerült legyőznie itt is, kérem azt a Wow, de ez a szörnyetek még itt maradt valami hernyó. Wow. Nem baj, gyűjtjük a sárgákat, tehát az nem volt. Ott van négy. Jó, eltaláltam. Itt pedig a hangondon fel lehet így mászni. Jó. Hoppá, mi ez a zene? Hogy elég lumot gyűjtöttem? Lehet az volt. Tehát ott a nyílt világban nem tudtam, hogy először akkor most merre menjek, mert ott voltak igaz a nyilak, de mégis azért elég sok irányba lehetett volna ott menni, és akkor nem volt tiszta számomra. De remélem jó pályát kezdtem, hát úgy tűnik, hogy haladok szépen. Oké, itt a checkpoint, jó. Innen akkor a kamera azért fordult át, hogy ho, én ebbe kapaszkodni akarok, várj. Jó, itt megy fentebb felé. És itt vannak a halak úgy, mint a Rayman 1-ben, úgy azok voltak. Az jó volt, amikor úgy felugrott, aztán oda küldtem neki egy leesre. Ide tesz vissza. Hát oda küldtünk egy pofont a halnak, és akkor úgy összetört a foga, úgy mutatták, az szerintem tök király volt. Jó, sikerült végig jönnem, aztán itt akkor nem volt semmi más, gondolom, mehetünk tovább a... Oda felugrunk, vagy leugrunk? Ha, szóval... Megérkeztünk, itt van elvileg ez egy ilyen valami kalauz bázis, vagy hajó. Egy zöld ott is van, elkezd menekülni, észrevett minket, tehát most nem tudunk úgy lecsapni rá, mint ahogy eddig tettük. Dobálja a valami robbanó hordókat. Jó, várjál csak, ide kell szerintem ott egy kereszt hanni. Aha, jó van, hát király úr. És el is menekült? Hadd menjek már utána? Nem, gondolom ide be kell lesni azt. A nyíllal mutatta is, hogy ide kell. Jó. Aztán itt egy tip, hogy használjam az árnyékomat és a helikopteremet. Hogy érti, hogy árnyék? Ja, hogy hova fogok landolni? Jó, oké. Igen, mert mi ez a ketyegés, valami óra ketyegés van. Ajaj, remélem, hogy nem az időre megy. Azok mindig nehezek. Na, mász fel itt a hálom. Ajaj, oké. Okay. Az a Spyro-ra emlékeztet, volt egy ilyen vulkánt kellett megmászni, és akkor onnan... Aha, az arra... Wow, de nem úgy, várj már! Nem úgy volt, hogy először bal oldal, aztán jobb oldal. Itt pedig ide fel. Jó. Le van zárva, aztán itt egy kapcsoló. Jó, ezt átkapcsoltam, akkor így most már nyitva lesz. Aha, nyitva. Jó, keresztül jöhetek. Ott van egy lila kalóz. Mi van ezekkel a ruhákkal, hogy ilyen színek? Jó, szóval. Ott egy lezárt ajtó, de erre meg tudok tovább haladni. Jó. Fel ezen a lépcsőn, ott egy checkpoint. Ott meg egy zöld, várjál, na innen elküldök neki egyet. Gyere, csak el egy gyere. Á, de elmozog. Ó, de egyből ide fordul olyat lő, hogy az már nagyon jól célzó. Túlságosan is jól célzó. Itt egy ilyen ajtó, szerintem azt fel lehet valahogy robbantani, vagy valahogy kicselezni. Hoppá, ott egy alvó. Várjál, csak. Dobok neki egyet egyből lő, figyelj, ja, most nem. Na jó, most nem volt olyan éber, mint az előző. Itt ezt nekünk fel kell robbantani, vagy
Itt van egy jelölés, ott van. Ahhoz, hogy megfogjam ezt a robbanó hordót, menjek oda, és akkor jó, ez megvan. Azt kell nekünk ott felrobbantani, hát akkor oda dobd oda, hadd nézzem, mi történik. Jó, ho. Ja, itt ez jött le, hadd nézzem. Másszunk itt szépen föl, aztán itt mehetek, itt erre, jobbra, erre, nem, azt csak leesek, várjál már. Felmászok itt, mi van? Arra ráütök. Ajja, erre felé ide le tudok. Mi vagy hát... Ez se kényle, mert ott van egy kapcsoló, azt kellene nekem bekapcsolni. Ho. Júj! Ez ilyen patogós. Megrázott patogós, így kell nekem jól eltalálni azt a kapcsolót, jól el kell találnom, miközben itt így patogok, gyerünk. Ja nem, már be is kapcsoltam, ja már be van kapcsolva, és itt nyílott ki szembe. Jó. Azért itt is vannak jó kis ilyen trükközések. Hoppá. Itt van egy lövöldözés, várjál, csak felugrok, innen küldök egy támadást, mit szólsz hozzá? Amúgy nem rossz ez a harc. Rendszer, amit itt ebben a Rayman 2-ben használtak. Ott van a lila színű, egyet már hozzáküld. Wow, mekkora nagy támadást indít. Hú, milyen nagy lövései vannak. És az életpontja több, úgy látom, hát ennek már hányat be kell vinni, hány találatot, elég sokat, de nem az a lényeg, hogy hányszor kell eltalálni, hanem az, hogy mi éljük túl a támadását. Itt van még egy gomb, ezt benyomtam. Most már csak a kérdés, hogy ez mit változtatott, vagy mit öltett. Jó kis lakoma volt itt, amúgy úgy látom, itt jól érzik magukat. Akkor itt csak le kell itt ugornom, aztán meg... Ja, ez a... Nem, várjál. Itt így megjöttem, de... Ja, itt alatta, ott, ahogy bejöttem, és akkor... Aha, itt ez az a hely, amit kinyitottam. Oké. Fú, na megint akkor itt van, és folytat... az nem jól ugrottam, ez igaz. Nem jól ugrottam, most ugrok, így ez most jó volt. Amúgy ez sokat segít, hogy Raymannek azért van életpontja, és akkor így nem történik olyan, hogy mondjuk meghal, aztán kezdhetjük egy checkpontról vissza. Hogyha leesünk valahova, akkor tényleg checkponttól kezdünk. De ilyen hibázásoknál csak úgy jó, kicsit megráz, aztán megyünk tovább, tehát az úgy nem túl büntető szerintem, na de ezt elkérem, aztán ide leesetek, igaz? Jó, itt is van egy bent, aha, ez lesz az a börtön, valahol itt kell lenni Globuxnak, vagy Lee-nek, vagy valakinek, itt kell lenni, itt is, ha micsoda ez itt, várjál, erre ráugrok, hoppá, szabadíts ki, Rayman, hol van, találd meg a gépet és pusztítsd, de... Ja, itt van szembe, ott van bezárva. Itt neked aztán volt egy külön hely. Találjam meg a gépet és pusztítsam el. Akkor pusztítsuk el, csak jó lenne. Ajjaj, na melyik gépet? Hát itt vagyunk a Toxic Tunnels. Hú! Lássuk akkor. Azt a gépet kellett, mert az is olyan elektromos. Jó, hát innen ha küldök. Aha, ott van, pont ahogy küld egy lövést. Ott van az a kereszt, oda pedig kell egy robbanó hordó, vagy hát nem is robbanó hordó, de egy puskaporos hordó. Oda, hát én szépen kapaszkodj meg. Ja, nem, innen ha lövök. Jó helyre jöttem én itt így ide. Hoppá, itt egy ketrec, oké. Hát ez fogjuk rá, hogy jó. Yeah, mi volt? Ja, oké. Valahogy én úgy érzem, hogy ide puskaporos kell, de azért csak meg... Nem is enged ide jönni, nem enged. Na jó van. Ja, hát itt van, ahogy felélettem. Ott egyből itt volt. Hogy az a... Jó, akkor megyünk oda, aztán reméljük, hogy Rayman jól tud célozni, hogy oda eltalálja. Jó, hát innen akkor gyerünk, Rayman, dobd oda. Ez elvileg sült, és a zene is azt sugallja nekem. Opa! Mi ez a... Ho! Jönnek már ezek a bombák. Az is a Rayman 1-ben voltak az olyanok, hogy repkedtek, mentek. Ez jó. Az ilyen kisebb-nagyobb utalások a Rayman 1-re, ezek tetszenek. De most már akkor... Nem. Még mindig azt mondja, hogy pusztítsuk el azt a gépet. Hát ott felrobbantottam valamit. Ezek szerint ez nem volt még elég. Mit kellene itt még tenni akkor? Jönnek azok a bombák, és azokat lehet dobni kell még egyet ide valahova? Lehet, hogy dobni kell még egyet. De hogyha jönnek azok a bombák, én meg ilyen lassan megyek, akkor az nem lesz valami. Jó, ott van még egy X, most veszem itt, várjál. Jó, az úgy. Wow, ez igen, ott volt a tip, hogy dobjuk fel, és akkor utána lőhetünk, ez jó volt. Na várjál, feldobom, lövök egyet, aztán mehetünk tovább. Ott egy kereszt itt a jobb oldalon, akkor oda is elhajítom, és akkor ez már a kettő támadás volt, és van-e még itt kereszt valahol, vagy ez nyilván? Valahogy még mindig nem robbant fel ez az egész, valami még nekem szerint valahol még kell egy keresztnek lenni, vagy valami, hogy felrobbantjuk, vagy dobjuk még egy, jövök még egyen. És ott van tényleg, oda, ahol a zöld, ott folyik, oda a tölcsér, ott bal szélen a tölcsér, és tényleg ott van, jó, amúgy a kamera tényleg olyan jól szét, teljes egészében mutatja ezt a helyet, na és meg volt a három, jó. Oké, na,
Ez jó volt. És akkor kiszabadítottuk Lee-t a tündért. Tündér pedig ide jön Raymanhez. Lee, jól vagy? Ó, Rayman, végre. Attól tartottam, hogy Globox elbukott. Nekem adta a Silver Lumot, viszont elveszítettük egymást. Meg kell találnom őt, és megszabadulnom a kalózoktól. De hogy ezt meg tudjam tenni, az összes képességemre szükség van. Én túl gyenge vagyok ahhoz, hogy visszaadjam az erődet. Összetörték a Primordial Energia magot, ezért lummá. És ahhoz, hogy ezt összetegyük, ezt az energiát, az nagyon nehéz lesz, de lehet, hogy van egy másik megoldás. Hallottál már Polokuszról? Na mi a Polokusz, vagy mi? A világnak a lelke, az ő ereje hatalmas. Ő majd segít neked legyőzni a kalózokat. Sajnálatos módon több éve már csak alszik. De van egy legenda, ami azt mondja, hogy fel lehet őt ébreszteni, ha összerakod a négy maszkot. A négy maszk? Igen, igen. Ezek mágikusak és erőteljesek. Ők el vannak rejtve titkos és misztikus helyekre. Találd meg őket, csak azok a mi reményeink. Persze, először Rayman a remény, utána Globax, utána négy maszk. Segítek neked azzal, hogy odaadom összes energiámat, amit összegyűjtöttem. Tessék Rayman, ez az energia Lee-től, a tündértől érkezik. Puff! Ez a tiéd. Yahoo! Bizony! Sok szerencsét, Rayman! Most már meg tudod fogni a lila lumokat. Hát itt minden itt lumok vannak. Harry Potter lumosz! Na gyerünk, lumosz, akkor nézzük, de olyan csak sima lövéssel lehet kapni, vagy is. Hol van az a lila, hova? Hol van? Hol? Baj, hát itt találtam egy ilyen ketrecet, azt azért ki kellene bontani szerintem. 3/10, jó. Milyen csend lett, elment a tündér, aztán már nincs is itt senki, meg semmi, csak egy csöndes. Létre mászunk föl, megint föl. Ez egy nagy ketrec, vagy nem, várja. Rá kell lőni egyet, aztán egy elkapja, és akkor így oda, és vissza. Oda, aztán leugrok róla. Ez király. Mua! Szintén úgy, mint a Rayman 1-ben. Ez jó. Szerintem ez nagyon jó. Átültette a Rayman 1-es dolgokat ide a Rayman 2. Hát ezt nem hiszem el. Mert azért nem könnyű, én úgy gondolom, hogy két dimenzióból három dimenzióba átültetni bizonyos játék elemeket. De sikerül. Ezek után a kérdésem a következő. Most menjünk vissza kifelé, vagy hova felé újság van. Wow, hát itt a csőről nekem így le kell ugorni. Aztán úgy halad, hogy ezeket a lumokat gyűjtsem. Na majd, ha itt hagyom, aztán kezdhetem előről az... De itt most hogy lesznek a pálya visszatöltések? Remélem vissza tudom majd tölteni, és hoppá, vissza tudom tölteni, és majd mondjuk tudok próbálkozni újra a lumok gyűjtésével, vagy a ketrecekkel. Wow, erősebb lett a lövésem, erősebb lett, mert nagyon elég hamar le tudtam győzni azt a lila színezetű kalauzt, amit nehezebb volt. Hadd nézem a lövésem. Lövésem most már ilyen kék színű, az elején, mintha a fehér lett volna. Oké, akkor ez is egy fejlesztés lett. Ott van lent még egy kalauz. Jó, elengedem a pörgést, aztán vissza. Hát ez jó játék. Jöhetne egy remake amúgy, nyugodtan jöhetne a remake. Wow, hármat is lőtt egyszerre. Jó, és akkor leérkeztünk ide legalulra. Oké. Menjünk akkor itt. Wow, milyen környezet, hol fog kijutni? Ha, ez itt, micsoda, kicsoda. Murphy Game, te itt voltál végig? Tudunk majd repülni, hogyha itt aktiváljuk a helikopter. Hajunkat, vagy hogy mondjam, igen. Így szépen, itt nem is kell csinálni semmit. Ez az áramlás vezet minket, de csak idáig. Hoppá, jön ott egy ennyi. Ja, oda abban keresztül. Jó, de itt esők lente fel. De már itt vagyok benne, jó. Ott azt el tudja kapni, azt a lumot. Lövéssel nem lehet lumot elkapni, úgy tűnik. Hoppá, wow, mögöttem egy, azt a mindeni. Jönnek és jönnek, támadnak. Amúgy is szerintem jó néznek ki azok a kalauzok, szerintem tök királyú néz. Vagy hát nekem tetszenek, ahogy kinéznek. Kialakításuk. Mehetünk ide. Hát így kell ezt felmászni. Ugye eléred? Jó, köszönöm. És most, várj, most oda. Vagy pedig, ne, ez a magasabb. Innen pedig ott lesz, na, azt jól el kell, ja, itt van közelebb, akkor azt, jó, aztán lövök még egy, de, hogy a, na, hát ez így nem jó, hát valami autócélzást azért tegyünk már be, hogy automatán azért csak eltalálja, ne, mert ez így nem lesz mókás, hogyha tényleg a célzók annyira mellé megy, mert itt egyből rácélzott, itt megyek, lövök, az, jó, van, kés, és itt én most hova kell, ugye nem mondod, hogy ez csak egy, itt most mi újság van? Hát mi
volt? Ja, itt van egy, aha, itt van egy ketrec, egy ketrec volt itt, jó van, Rayman. Jó, ez nem is olyan ketrec, hanem olyan tínz. Elkapták a tínziket is, hát itt minden csak, tínzi körhöz fog vinni, amikor kiszabadítok egyet. Ja, és innen pedig vissza tudok menni egy olyan világhoz, amit már meglátogattam. Spirális ajtó. Jó, hadd nézd. Na mutasd, akkor mit nyitol nekem, vagy mi a... Integetel nekem? Hát itt vagyok, na jöhet valami. Ja, egy táncot kell járni, oké? Okay. Ja, és ott van, visszamehetek korábbi. Hadd nézem már, milyen korábbi, hogy érti ilyet már. Level bónusz. Ja, ez volt a pálya. Jó, ez egy jó hosszú pálya volt, mit kell mondjak? Access denied. Hát köszönöm szépen. Nem gyűjtöttem össze mindent, ez igaz, ez nem tagadom. És akkor itt jövünk vissza ki. De várjál most. Hey, Rayman Lee azt mondta, hogy segítsek neked megtalálni a négy maszkot. Igen. Tudom, hogy az első az az elveszett szigetek templomában van. Bzit az egyetlen, aki el... Mi ez a Bzit? De őt is elkapták a kalózok. Ezek a kalózok minden... The Bayou. Marshlands. Megyünk akkor a mocsarakhoz? Jó van. Akkor oda kell Bzithez kell menni. És itt pedig vissza tudunk menni. Itt van a Fairy Glade. Puff, akkor mehetünk így külön pályákra. És akkor feltételezem itt ezeken a köveken pedig rajta lesz a további pálya, de itt középen ez itt micsoda, ez a középső, ez vissza kilök. Ja, hogy itt jövünk vissza, de egyébként majd itt le... Jó, hú, de jól fog kinézni, amikor körbe megyek és minden meg lesz. Jó, oké, jó van. Hoppá, mi a? Csak lejöttem, várj már. Milyen ups, milyen az? Elkapnak engem is, vagy kijön ott? Figyeld! Ki ez a nagy Globax? Ez a hát... Thanks, Clark. Jó, Clark, köszi. Pá, ott egy... Még ott van egy. Hú, ez jó volt. Megismertük akkor Clarkot. Na, menjünk akkor a Bayou Marshlands. Igen, az erre lesz. Jó, Run It Bayou. Szóval, remélem ezek a dinoszauruszok nem fognak engem bántani. Ja, nem is bántanak, csak ott haverkodnak. Jó, van, jók legyetek. Nézzük ezt a nyilat. Azt mondja, hogy The Bayou erre lesz. Akkor jövünk is. Hip-hop video. Gyerünk, Rayman. Lássuk, mi rejtőzködik itt a mocsaras világban. Aha, ha eljöttem volna ide, itt azokon a lila lumokon nem tudok megkapaszkodni, tehát tényleg jó helyre ment. Jó van ez, jó van. De kérlek szépen, találd már, hát ez a kamera, hogy, de nem igaz, hogy hányszor ugrálózok, aztán nem dob fel olyan magasra. Várjál, lehet, hogy arra rá tudok, ne, nem érek el odáig, aj, jó, csak meglett, aztán fordulok ide, és á, ez nekem nem fog menni. Valahogy ott a célzást, valahogy ott változtat, valahogy így jó. Már így most becéloztam nagyjából, oké, itt pedig így tovább, jó. Itt mit mond nekünk? Marshes of Awakening. Most ébredés, na ébresszük fel mindenkinek a mocsarát. Jó, na akkor jöhet nekünk először is ez a bzikit, vagy kicsoda, utána pedig az első maszk megszerzése, a négyből. Jó lesz ez. Kapaszkodj ott meg, Rayman, aztán megyünk így szépen. Jó, aztán ott kiszabadítom, akárki is van ott. Hogyan köszönhetem ezt meg neked? Mi ez a Loch Nessi, vagy mi újság? Felejtsd el, Sam! Ő itt Sam? Hát oké, okay. Sensational. Polokusznak a négy maszkját, most nem akkor nem Zikithez jövünk? Bocsi, Rayman, nem tudom miről beszélsz. De láttam Globaxot, hogy elkapta a kettő kaló. A más ezen kívülre vitték, a mocsarokon kívülre. El tudlak téged vinni a másik oldalra. Kapaszkodj a sálamra. Let's go! Na nézzük akkor ez milyen lesz. Oda kapaszkodunk, aztán go! Velünk melyik a... Wow, lehet gyorsabban menni, lehet ugorni. Ott egy... Várjál, azt törjük össze. Jó, ez egy per négy. Amúgy 50 lumot kellene. Wow, milyen nagy szörny! Vigyázz! Oda ne menjél a közelébe. Ott egy kapcsoló! Azt a kapcsoló... Fúha, na... Hé! Ez meg jön... Mi a... Milyen szörnyetek-e? Hagyjatok, csontváz valami. Ez komolyan nézett ki, nagyon jó. Ott egy, pedig látom mi újság, de nem tudom elcélozni. Megy még egy kört, az jó, ez is segít nekem. Ott ez meg volt megint, ott pedig, 4x4, meg volt az összes kék. De leestem. De úgy tűnik, hogy attól, hogy leestem, megmaradtak azok a dolgok, amiket megszereztem, úgyhogy az mondjuk jó. Itt minek köröz annyit? Itt csak körbe-körbe megy, nekem le kell szállni való? Ja nem, jó, most már megy arra, oké. Okay. Jó, és akkor folytatjuk tovább, ahogy itt keresztül. Jó, akkor jön még egy ilyen kaland ebből. Jó. Ugratós, figyelj! Hoppó! Aztán úgy, hát nem úgy jött össze, ahogy gondol. Wow, bombák, figyelj! Itt aztán vannak amúgy sárgalumok. Meg ott van egy lövöldözős. Az eltalált volna, az nem... Ó, sok piranya, ugorjuk át. Na és akkor így érkezünk meg. Na tegyél ki!
Tegyél ki, mert ez... Szia! Mi a baj? Semmi? Mi? Ó, de szomorú lett. Most miért? Hát játszottunk egy jót. Na, majd visszajövünk. Még visszajövünk, gondolom én. De hát a többi Lumére én biztos ki visszajövök majd lehet, hogy videón kívül, de... A lényeg, hogy itt vagyunk. Újra szárazföld, és itt kiszabadítottam egy tínzit. Ez akkor... Itt a pálya vége? Nem mond már, hogy itt a vége. De hát most nem is szabadítottunk ki senkit. Itt erre utánad hol vagy? Hoz egy portát? Vagy ja, táncolunk? Mi a? De ez akkor ez csak ennyi volt ez a pálya, de ott arra mi van? Oh, wow, te meg milyen bűvész vagy ki? Nem jöhetsz ide? Hogyhogy nem. Csak azok jöhetnek, akik tudják ennek a helynek a nevét. Mike Wazowski, mi van? Jöjjek vissza, ha tudom a nevet. Jó, hát akkor majd visszajövök. Akkor ez a tínzi, hát akkor a portál, ez ennyi volt. Akkor ide középre jövünk ki megint. Jó, ez volt itt a második pálya. Nem, várjál. Ja, de, itt van. De akkor hol kell nekem? Várjál, Brisket a bayou in the marshlands. Akkor én rossz helyre mentem most? Vagy ez csak egy ilyen kis, vagy a passwordot kell? Tehát azt a jelszót kell nekem megtudni, hogy hogy? Fú, ez a játék jó összete! Mikor megjelent ez a játék? De akkor nekem oda kell menni megint a mocsárhoz, mert itt van, hogy bzit a marshlands-ek bájú részébe van valahova csapdába ejtve. Ide van írva marshlands és bájú. Lehet, hogy itt nem arra felé kell, hanem át kell irányítanom magam erre. Erre felé, hoppá, ide, és itt pedig beugrani. Ide? Ez lesz az? Itt mit mutat? De báj! Hogy az a? Tehát itt akkor igazából itt ilyen olyan nagy a warp room, hogy... Ja, várj, ha mindjárt visszatérek rá. Itt eközben a kalauz hajón 22.730 rabszolga van. Tyú, mi a... Ott vannak a robotok. Razor Beard, azaz penge szakál? Vagy borotva szakál? Vagy ilyes? Ott van? Ott van szembe? Ki megy ide befelé? Ott van Razor Beard. Ki az, aki engem zavar? Eljutott a mocsárig. Micsoda? Tényleg milyen szakáll, olyan pengés, borotva éles. Hú, warshipet kell. Küldöd a warshipet, hogy elpusztítsa? Nehogy megszerezze a négy maszkot, megevett egyet! Mi? Az 1000 lumból egyet megevett, és akkor itt kitakarta a kamera, de ott talál most már. Tehát az 1000 helyett most már 999 lum van összesen, mert egyet megevett. Fú, hát ez egy kegyetlen karakter. Ott van a warship, ez lesz az a csatahajó? Na, itt a csatahajó, és nekem akkor ide ráugrok, szépen megyek utána, de küldi az ilyen bombákat. Hiába küldi nekem, én azokat lelövöm. Jó, itt pedig szerintem erre a szárazföldre, a checkpointra jövök. Megyek itt tovább, ott van egy ketrec, 1/6, ott egy, ez, hogy hát sárga lum, de hát az a baj, hogy alól eltűnt a platform, majd visszatérek, mindent megcsinálok én, ha bírok, de hát a Rayman egy sem fogott ki rajtam, úgyhogy ez sem fog. Jó, mászunk föl. Akkor itt lesz egy ilyen boss féleség majd, gondolom ezt a warshipet valahogy felrobbantjuk, vagy valami. Jó, ott volt egy, hát egyből, jó, az automata célzás, jó, de azoknál a lila karikáknál nem teljesen érzem, hogy mindig segítene nekem, de lehet csak még nem szoktam hozzá, hogy milyen módon kell azokat nekem eltalálni. Minden esetre haladunk itt. Ja, arról kezdtem el beszélni, hogy igazából az a... várjál, nem tudok, itt nincs ide arra, hogy beszélge... Kiszabadítottam, itt volt valamilyen ketrec, aztán... Yeah! Szóval arról kezdtem én el beszélni, hogy az a hely, ahol például a kör is van, a tínziknek a köre, az egy nagy ilyen nyitott warp room, tehát a Crash játékokban a warp room az csak egy kicsi kör, és akkor ott kiválasztjuk a pályákat, viszont itt a Rayman 2-ben már így a játék eleje óta egy ilyen nagyobb nyitott hely van, és ott nekünk bejárhatunk területeket, ahol pedig mi mehetünk bizonyos pályákra. Tehát ilyen sokkal nagyobb az a warp room, ahol mi ki tudjuk választani úgy a pályákat, de amúgy szerintem ez nagyon király. Végül is a Twin Sanity is hasonlóság, az is ilyesmi volt, hogy nagy nyitott, és akkor úgy kellett menni, de ott nem egy fő helyszín volt, hanem, vagy hát voltak fő helyszínek, de több különböző főhelyszín volt, és akkor például először az Insanity Island, és onnan nyíltak pályák, utána a jéghegy helyszíne. És akkor ez mikor ez a játék? Hát ez tetszik, ez jó, ez nagyon jó kis platform. Köszönöm, hogy ajánlottátok, ilyen ajánlások nagyon-nagyon jöhetnek. Habár már annyi ajánlás van, hogy tényleg van. Jó sok, ezt meg tudom. És kitört a fogad tényleg úgy, mint a PS1-ben.
Á, de jók ezek a kis utalások, oké. Okay. Ezek tetszenek nagyon, na várja, ott egy alvókám, azt az alvókám. De hogy leüt egyből, azt ti is láttátok szerintem. Na szóval, itt mi a helyzet? Itt van, Bzikit! Ez a Rayman 1! Ez amúgy Rayman 1, csak sokkal felturbózott és királyabb állapotába. Történet komolyabb, aztán a harcrendszer komolyabb, ellenfelek, 3D-s pl- Fú, jó, hogy amúgy nem hagytam ki. Az milyen színű? Fehér? Vagy ez sárga? És nyomja az ilyen bombákat. Amúgy jó, hogy nem hagytam ki amúgy a Rayman 1-et, mert akkor lehet, hogy nem értékelem ennyire ezt a Rayman 2-t. Habár ugyanúgy feltételezem, hogy tetszett volna, de így azért mégiscsak jobb érzések ezek, hogy na, ezt ismerem, hogy ez a moszkító volt az elején, és akkor azon ment Rayman. Volt egy gonosz moszkító is, ami pirosabb fejű. Á, ez jó, ez jó. Micsoda, menjünk el a Minisaurus Plainbe, ja, akkor vissza, és utána megyünk a Lost Island. Islandre. Így lesz. Ahhoz, hogy mi visszamenjünk, gondolom valami tínzit meg kell nekünk menteni, és akkor egy portált majd nyit. Jó lesz. Oké. Okay. Szóval ott lesz majd a checkpoint. Jól van. Jó. Túlugrottam. És itt, várjál, az a... mi az a... mi a felhő? Ez itt mi újság? Ez csak egy ilyen checkpoint lehetség. Ó, várjál, itt egy nyomógom. Aztán egy kapcsoló is. Wow, az a maszkot úgy, az mi volt az a nagy száj? Úgy nyílott ki a fából. Látszott még szeme is úgy. Na, az se állt jó. Annyi volt vele. Ho, te milyen figura. Ájjá, vigyázz! De nézd meg, hogy támad, hát állj már meg, hát erről nem volt szó, hogy ilyen melákok is. De hogy nyom? Szerintem le se tudom győzni, inkább menekülni kell előle, én valahogy úgy érzem. Elkezdett ketyegni, úgyhogy gyorsan kell nekünk menni. Aj, gyorsan, de még menni fog, vigyázz. Jövök erre, azt hiszem sikerült. Itt erre rá kell állni. Ja, ez ilyen pattogós, ott van egy, jó, az megvolt. Egy tínzi, jó van. Oké, akkor te majd nyitod nekem, vagy mit csináljak? Hol nyitod nekem a... És a zene. A zene, hogy... A tínziknek mindig van egy ilyen theme song, van egy ilyen zenéjük. Hát, ez jó, mert arra is tényleg jó, oda kell figyelni, hogy a visszatérő elemek a zenébe is ott... Hát, ez a játék, nem hiszem el ezt a játékot. Hogy nem játszottam ezzel? Jövünk vissza. Várjál, mert mindjárt betelik, hát már olyan... Várjál, hát lesz még itt hely. Most, hogy Bzit most már szabad, elvihet téged a Lost Island. Jaj, akkor lehet, hogy ott megtalálod az első maszkot, menj! Zit már vár téged a kikötőjénél, oké. Okay. Itt a bájú, és akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Jó, azért még van pálya. Nem tudom, a Lost Island az megint egy ilyen fő nagy terület, ahonnan nyílnak pályák, tehát ott is lesznek így tínzik, vagy ez csak külön ez a Lost Island-es pálya lesz. Mert nem, hogy kiderül, megyünk, nincs megállás. Valami kikötőt mondtak, az itt lent, hadd nézd. Aha, ez lesz az itt talán, aha. Itt van Globox gyermeke, meg Bzit. Ugorjunk be a csónakba, és akkor elmegyünk az Iceberg Lab-be. Ja, ez nem a Twin Sanity, ez egy másik játék. A gyerünk, Rayman és Bzit indulnak az elveszett szigetekre. Úgy milyen durva már, hogy ott volt, hogy na 1000 lum, és akkor egyet fog, és megevett egyet. Ez milyen? Hát ilyen nem volt, ez ilyesmi sehol nem volt. Na megérkeztünk akkor, és egyből itt egy please! Ketrec már is kiszabadítottam. Nagyon jó kis partra érkeztünk. Na de már ott van nekünk egy, meg még egy, ketten támadnak egyből, hát szabad ilyet csinálni? Na várja. Úgy lövöldöznek, mint Han Solo ellen Greedo-hozzuk. Nagyon pszichom, ilyen gyors szemtelen lövésekkel. De tudjuk, hogy Han Solo lőtt először, szerintem ezt mindenki tudja. Oké, mászunk föl. Ó, egyből egy ilyen sárga, na várjál akkor innen. Én már jövök, tiuk, kilőttem egyet. Lang Soros, vagy mit dobott, vagy hogy lő az? Figyelj, kilövök egyet, hogy lő? Hát itt kijátsszuk ezt ilyen trükkösen, itt így. Ó, figyelj, Rayman így fedezék mögül így, piuh, egyet. Jó, ott van a távolban még egy, csak az lila színezettel van ellátva, amúgy ezek is királyak. És más fajtát lőnek. Na szóval menjünk itt tovább, itt mász föl, szépen fölmászunk, lássuk itt mi a helyzet. Le, checkpoint, aztán piranyás a víz, úgyhogy arra nem még. Erre sem megyünk, hanem itt lesz valami. Kalózhajó, vagy ott is vannak hárman. Na, várjál, én meg itt lent alszik egy. Várj, ja, de várj, ide be lehet jönni. Fú, mennyi minden van itt, amúgy. Ezt itt be lehet aktiválni, vagy... Én ha ide jövök és rácsapok egyet, az...
nem, ez így nem működik. Na nem baj, az lehet csak ilyen extra valamike. Azt a zöldet szedjük már le inkább. Ja, egy találatból a zöldet már le... Jó. Amúgy tényleg eljutok inkább a játék végéig, aztán utána majd úgyis visszajöhetek, és akkor már meg lesz több képességem, meg amiket gyűjtöttem, az is király. Jó, szerintem az úgy jó lesz, ha később visszatérek, mert a képességek majd segítenek, hogy mindent összegyűjtsek. Ez a kapu nyílik, vagy ez itt csak, aha, csak az ellenfelek voltak itt, aztán akkor itt erre kell menni tovább. Jó, aha, ide ezt szerintem ki lehet robbantani. Nem tudom, hogy az fő ág, vagy egy ilyen mellékág. Jó, az egy főág, mert itt van egy, itt van. Lehet, hogy ezzel lehet azt az ágyút is aktiválni? Na, hát az majd kiderül egyelőre, most ezt dobjuk így ide. Nézzük, mi a helyzet. Itt lépcsőkön föl, be a hajónak a belsejébe. A tínziknek az a kijárat lenne, vagy... Na gyere, Murphy, mondjad már, mi van ott? Egy mágikus gömb van itt, hát kösz. Hogy megfogjam, álljak elé. Levegőbe el lehet dobni, de milyen céllal használjam én azt? Ugyanolyan színű bázisra kell tenni, és akkor a templom ajtaja ki fog nyílni. Ha elveszítél egyet, menj vissza oda, ahol te megtaláltad. Ez a gömb, ez itt, hát itt sárgának mondanám. Ezt kell egy ugyanilyen sárga valamilyen platformra letenni, és akkor kinyílik az ajtó. Szerintem, ahol az a három kalóz volt, az a nagy fő kapu, a templom kapuja. Viszont azt nem tudom, hogy hol van ennek a... Ja, ez lenne az? Ez az? Erre gondolja, hogy tegyük? Hát így, ha letesszük, ez... Oké, ez az. És ott van egy kék, ott meg szembe, ott van, azt ki kell robbanni. Ja, kérek egy hordót, ezt ide dobom. Gondolom, itt lesz majd a kék gömb, vagyis hát nagyon remélem, hogy itt lesz. Aha, itt is van. Jó, lazaság, felugrok, aztán kérem is. Jó, mehetünk. Ezt akkor elhelyezzük itt, ez már így mind a kettő itt lesz, és akkor nyílik. Aha, a templom kapu, akkor most már az a helyzet, hogy itt kezdődik az a bizonyos kihívás, ami, ha legyőzünk, akkor meg lesz az első maszkunk, Poloskus 4 maszkja, vagy valami ilyesmi. Na lássuk itt milyen feladat, hoppá, várjál ide, ja itt van a lépcső oldal, menjünk. Ja, itt fent nem volt semmi, csak egy ilyen kör, hogy itt voltak a sárga lumok, akkor itt középen egyenesen menjünk, aha, jó. Oké, na megváltozott már egyből az egésznek a kisugárzása, menjünk, így csúszunk le, kapu nyílik, bal szél sárga lum, jobb szél ott megint volt egy, de elrontottam, na semmi baj, itt van, mi ez a kattogás, megint valami időre megy, hogy azok az időre menne és minden, ja már nem kattog, jó, ez csak véletlen volt akkor, jó, csúszunk erre, vigyázz, kicsúszol, hova mész, Réme, oké, keresztül tovább egyenesen, vigyázz, aztán ide föl, oho, még egy ugrás, itt a kapu megint, hát ez jó, ezek a csúszások királyok amúgy, csak nem hagynék ott annyi mindent, Axel, víz és jégnek az őrzője, azt kell nekem ott eltalálni, lelőni. Menjünk a purple lumokon keresztül, és találjam el... Na jó. Várjál, de Axel, vagy Alex, nem tudom, jól olvastam, rosszul olvastam. De a célunk az, hogy menjünk végig, és utána el kell azt találni, gyerünk, célozzuk be. Egy cél, ugrás, lövés, és azt mondja, hogy eltaláltuk, puff, a Guardian... pedig megsekkodj, ja eltűnt, ja csak úgy simán eltűnt, de azt hittem, hogy megsekkodj. Ja és most pedig legyőztük, győzelmi zene, győzelmi tánc, itt végig nem tudok végig menni. Na jó, még egyszer a purple lumokon keresztül, és most pedig a helikopterezése idáig, na le ne sodorjál engem, hanem hadd jöjjek a vízesés mögé, mert mindegyik kiváló videójátékban. Na jó, nem biztos, hogy mindegyik, nagyon sok videójátékban így van, hogy a vízesések mögött vannak dolgok. Itt az idő, lássuk. Első maszk, amit mi kiszabadítottunk, az itt lesz. Gyerünk, Rayman. Ho! Ott a ruhája, az a karika elkezdett fényleni, és ez valamit jelez, az energia, valamilyen szupererő. Wow, kapcsolat van a kettő között, ez nem véletlen. Rayman az, aki kinyithatja, csak Raymannek nyílik ez ki, úgy tűnik legalábbis. Tehát az első maszk megjelenik. Ta-da-da-dam-bam-bam! Oké, az egy nagy vigyor. Nagyon jó vigyora van ennek. Na lássuk, Rayman. Megvan az első maszk. Gratulálok. Felemeli, felnyújtja, és itt van. Wow, hoppá, eltűnt? Ja nem, Rayman a darabjaira mi? Azt hittem, hogy elnyeli a képesség. Hova kerülünk, mi történik? Hova kerülünk, és mi történik? Ez a maszk elvitt minket, mert az egy dolog, hogy megtaláltuk,
Üdvözöllek téged, én vagyok Polókusz, a világnak a lelke. Látom, hogy megtaláltad az elsőt a 4 maszkból. Ezen túl nagyon messze vagyok, és csak az álmaidban tudok veled beszélni. Ha elhozod a maradék 3 maszkot, akkor felébredek, és segítek neked a kalózok elleni csatában. Hú! Az a Polókusz hogy nézel ki? Mi van veled? Elveszi tőle az egyik maszkot, és azt oda helyezi, és ott lesz a további is, gondolom majd ott lesz. Olyan, mint egy kulcs, úgy tűnik, és akkor mindegyik, aha. Wow, de ez milyen ez a személy, vagy mi folyik? Várjál, nyit egy portált, hogy megyünk vissza akkor a mi világunkba. Oké. Légy erős, a világunk sorsa a te kezedben van. És érkezik Rayman vissza ide a szokásos világba, itt pedig akkor a 10-ig tánca után elérhető lesz majd. Nézzük csak, a kalózok építettek a hatalmas ajtókat, hogy megállítsanak abban, hogy előrébb haladj. Megkértem Clarkot, az óriást, hogy segítsen szétütni az első ilyen ajtót. Menj az East Plain-re, Clark ott vár téged. Akkor itt van, ez volt a Sanctuary of Water and Ice, tehát ez volt az első, de aztán még lesz még további 3 maszk is, hát de azért már haladtunk itt is, nagyon jó. Akkor nekünk az East Plain-hez kell menni, hogy kinyissak egy utat Globax-nak a házához. Hát nézem csak itt, itt van Lee House-a, és az East Plain az erre lesz. Azt hiszem erre találkoztunk először Clark-kal. Viszont úgy gondolom, hogy ez egy nagyon tartalmas és izgalmas első epizód volt. Remélem várjátok a további részeket is. Köszönöm, hogy ajánlottátok ezt a játékot. Ez király, találkozunk legközelebb.